2012-t 10 millió forintos plusszal zárt a Ferencállás, így a tavalyi évet megtakarítással tudták kezdeni. Ez azért volt fontos a 600 lakos számláló községben, mert nem szorultak adósság konszolidációra, és a pályázataikhoz tudtak önerőt biztosítani. Ennek tükrében két nagyobb lélegzetű, Ferencállás tekintetében nagyobb lélegzetű pályázatot tudunk beszélni. Az egyik a belvíz és csapadékvízre vezető csatornánk megépítése két mellékutcánkban, illetve ez egy 60 millió forintos projekt volt, és hát összesen 240 millió forintról beszélünk, ennek az első ütemét tudtuk a tavalyi évben megvalósítani. A második ilyen nagyobb volumenű a mi életünkben az a buszmegállóinknak a megújítása, felújítása, illetve a községházati főtérnek a rekonstrukciója volt. Ez egy 18 millió forintos projektet ölelt fel. Emellett természetesen voltak kisebb pályázataink is. Ebből nem tudom én, a hangosítást kicseréltük a községünkben, akkor programokat tudtunk belőle szervezni. A praktikusság mellett folyamatosan figyelmet szentelünk annak is, hogy a falu külsejében is meg tudjunk újulni. Ehhez hozzájárultak a Székely testvértelepülésünk tagjai, akiktől egy székelykaput kaptunk az elmúlt évben. Azt gondolom, hogy méltán lehet Ferencállás egyik jelképe, egy gyönyörűen faragott székelykapu. A másik ilyen jelképe lehet Ferencállásnak az a bizonyos Mária oszlop, amit az Egyházmegyétől kaptunk ajándékba. Ezen a piétán ugyan semmilyen felirat nem szerepel, mégis gondolom mindenkit arra emlékeztet, hogy a hitét ne felejtse el, ne veszítse el. A községben voltak olyan személyek, csoportok, akik önzetlenül saját elhatározásból tették szebbé a települést. Megemlíteném először talán a fiatalokat, akik van itt a faluház területén egy pizzasütőnk, kemencével, kiülő paddal, és ennek az épületnek a teljes rekonstrukciát megcsinálták társadalmi munkába, a tetőszerkezet felújították, újra lebontották a kemencét, fölépítették, én nem tudom, legyalulták az asztalokat, nagyon szép munkát végeztek. Azután van a másik csoportunk, a nyugdíjasok köre, illetve ezenből a foltvaró szakkör tagjai. Ők mindenféle programunkon részt vesznek, nagyon aktívak, sokszor saját készítés ajándékokkal kedveskednek a résztvevőknek. Én azt mondom, hogy ezt innen is megköszönhetjük nekik, vagy köszönöm nekik. És hát talán meg kéne még említenünk a közfoglalkoztatást is. Azok az emberek, akik ott dolgoznak, szerintem értéket teremtenek itt a településen. Ők a temetőfenntartástól a köztöletek karbantartásáig, illetve a beltereti járdák felújítását, csatornák tisztítását végzik. Ferencállás központi költségvetése 60 millió forint körül várható idén, ez a működési költségeket fedezi. Természetesen 2014-ben is pályázati forrásokból szeretnének fejleszteni. Olyanokat keresnek majd, amelyekhez nem kell önerő. Mivel nem részesültünk konszolidációban, annak idején azt a ígéretet kaptuk, hogy azok a települések, akik olyanok, mint mi, önerő nélkül vehetnek majd részt pályázatokban. Én ebben bízom most nagyon, hogy ez realizálódni fog, és hát abban is bízunk, hogy talán olyan pályázatok kerülnek majd ki a megyétől, amik lényegesen egyszerűbbek lesznek megírni is, illetve az elszámolása is kevesebb bürokráciával fog járni. Optimisták vagyok, és bízom abban, hogy a 2014 után is hasonlóképpen tudunk beszélni az elmúlt évről. A településen bővítenik a csatornát, korszerűsítenék a fűtést az intézményekben, utakat, járdákat és az orvosi rendelőt újítanák fel.